Szigetvári Mercedes az elmúlt két hónapban versenyről versenyre járt, és ért el remek eredményeket. A junior EB-n aranyat nyert, a junior VB-n ötödik lett, és részt vett a felnőtt világbajnokságon is. A győri U23-as EB-re is az éremszerzés reményében utazott el, itt azonban már kiütközött a sorozat terhelés negatív hatása. Merci az első körben erőnyerő volt, míg a második fordulóban egy olasz lány ellen hosszabbításban alul maradt. A bajai lány így a Vigaszágon folytathatta. Itt szintén egy kicsit szerencsés volt, hiszen a horvát lány megsérült, és ezért nem tudott kiállni. A mérkőzésre így rögtön a harmadik helyért tudott mérkőzni egy izraeli lányjal, akit viszont még pályafutása során egyszer sem tudott megverni, úgyhogy nem jó előjelek voltak a mérkőzés előtt. Aztán tényleg nagyon szépen dolgozott ellene, de itt is az aranypontig elment ez a mérkőzés, és itt is volt egyetlen egy kiagyás, ami a vereségéhez vezetett. Mercedes így az ötödik helyen zárta az Európa-bajnokságot. A bajai cselgáncsozó sajnos egy kisebb válsérülést is összeszedett, ami a következő hetek programját is borította. Eredetileg egy üzbék Grand Prix és egy japán edzőtábor jött volna, azonban ezek most elmaradnak Merci számára.